Magyar Jazz ünnepe nevet Kőszegi Imre, aki a Magyar Jazz Szövetség korábbi elnöke és kiváló dobművész találta ki. Csak egy mellékszálként már mondom, hogy idén 80 éves, és még mindig aktív muzsikus, sokunk példaképe emiatt is. Azt gondolom, hogy ez jól összefoglalja azt a célt, hogy egy picit megálljunk, körültekintsünk magunk körül, hogy milyen értékeink vannak a magyar jazzben, és nem magunkat ünnepeltetjük, hanem a műfajt és a közösséget, amihez tartozunk. A koncertek egy része ingyenes, így azt gondolom, hogy mindenkinek lehetősége van eljönni a mai magyar jazz ünnepére, és a sokszínű programban remélem mindenki találja, ami kedvére van. Azon kívül, hogy a programot megszerveztem, azon kívül ma az egyik zenekarral színpadon is álltam. Ez a Nárt Orkesztra, ahol évek óta harsonázom. Ez egy 19 fős Big Band zenekar, amiben a hagyományos Big Band felálláshoz képest még egy plusz DJ-vel is megspékeltük a létszámot. Nehéz lenne besorolni bármelyik ilyen általános műfajba, amit ismerünk. Sokan úgy gondolják, legalábbis így a visszajelzések alapján, hogy ez egy ilyen filmzenei jellegű zene, nem az a hagyományos swing zene, hanem egy ilyen a könnyű zene és a filmzene egyfajta fúziója, ami ötvöződik free jazzes koncepciókkal, elemekkel. Én az Ári Mafiának vagyok a tagja elsősorban, a popzenét játszom, ritmus szekcióban van például Premec Mátyás, aki a Kéknyúl zenekarból lehet ismerős, a Matus Péter szintén a basszusgitáron a Kéknyúlból és az Ári Mafiából, és akkor ma este Lee Oliver és Mihalik Ábel játszott velünk. A trombitásoknál vannak, akik a Modern Art Orchestrában, vannak, akik a Budapest Jazz Orchestrában, Subic Gábornak például van a saját zenekara, a Subtones néven megy például, az is kiváló zenekar. Alapvetően komoly zenész vagyok, és a csapat tagjainak a jelentős része komoly zenei diplomával rendelkezik. Mi tulajdonképpen csak tradicionális jazz, vagy inkább úgy szeretem fogalmazni, hogy a jazz történetnek a táncolható részét játsszuk egészen a legrégebbi ragtime-októl a modernebb swing számokig, és minden, ami ebbe belefér. Hát most, mivel magyar jazz ünnepe van, tulajdonképpen két kivétellel csupa régi magyar számot játszottunk. Ez egy viszonylag új repertoár, amit játszottunk, már nekünk új, 1916 és a 40-es évek eleje 44 közti számokat játszottunk, de azt hiszem, hogy egy Orlai számon kívül egyébként csupa nagy közönség számára ismeretlen szám volt műsoron, de ez egyébként célunk is, hogy előástuk azt a nem ismert, de kiváló repertoárt, amik a zenék minőségét, a szövegek játékosságát tekintve és a hangszereléseket tekintve is egészen különlegesek. És hát ezt próbáljuk most, ha nem is lágerré, de ismét népszerűbbé tenni a magyar közönség számára. Ma a Kovász nevű formációmmal jöttünk ide, a Zeneházába, a jazz ünnepre, és ez egy kicsit személyesebb formáció számomra. Tulajdonképpen az engem ért mindenféle inspiráció, ami az elmúlt 15-ben a népzene, a jazz, a könnyű zene, és természetesen az avantgárd, a kortárs improvizáció, ami tulajdonképpen nekem a fő területem. Szóval ezek mind egyszerre benne vannak ebben a zenében. Akár a jazzben, akár a könnyű zenében van egy olyan jelenség, ami tudom, hogy ott van mondjuk a palackai zenében, vagy egy kalotaszegi invertitában, vagy akár a gyimesi lassú magyarosban. Tulajdonképpen hagyom, hogy ezek belül megszülessenek, mint alapötlet, és aztán a zenekarral együtt addig-addig gyúrjuk, amíg ez egy szép, organikus elegyet alkot, és nem igazán különül el a népzene a jazztől, vagy a könnyű zenétől. Nem először rendezünk a Magyar Zeneházában a Magyar Jazz ünnepét, és remélhetőleg jövőre ugyanitt találkozunk a Magyar Zeneházában.